Festmények, grafikák és modern installációk fogadták az érdeklődőket a Nagy István Művészeti Egyesület legújabb kiállításának megnyitóján. A tárlat heterogén, hiszen 15 művész 42 alkotását vetik szemügyre a látogatók. Minden kiállító 2-3 olyan műalkotással készült erre az alkalomra, amelyeken valóságos és virtuális terek és helyszínek elevenednek meg. Ezért működőképes a Képzőművészeti Egyesület, mert különböző művészek, és tudjuk, a művészek igen erős karakterek önmagukban is. Vannak ugyan hatásra egymásra, de én azt hiszem, itt kiforrott művészek vannak, akik a saját útjukat járják, és én azért is tartom ezt nagyon érdekes és fontos kiállításnak, mert itt azért a helyiek megtekinthetik azt, hogy hány fajta irányzat, elképzelés, látásmód a világról találkozik egyszerre művészi kivitelben. Az új helyeket kereső művészek, Jászberényi Matild vagy Harmat István érdeklődése az zárt műalkotások felől a folyamatok felé fordult. Enkovács Zita művészettörténész megnyitó beszédében kiemelte, az alkotók közül egyre többen kerülik a valóságos helyek ábrázolását. Így tett Kántor József is, aki egy modernkori problémára reflektált a hagyományosnak nem mondható virágos kerttel. Az a címe, a címek a virágos kert GMO-val. Hát azért GMO-val, mert ezek, ha bár ilyen növényi, vagy ilyen vegetális jellegű is, de teljesen elvont a nyílmotívumból felépített kompozíciók. Hát arra szerettem volna reflektálni, hogy hát egyik veszély a sok egyéb mellett ez a génmódosított sok növény, amivel kezd körülvenni bennünket is. Az anyag október 10-éig tekinthető meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának Bajcsy Zsilinszky úti épületében.